A Molvidi-től előbb a norvég negyedosztályba, majd onnan a helyi élvonalba vezetett az útja a korosztályos válogatott labdarúgónak, aki most a beilleszkedés közben félszemmel és lábbal az U19-es EB-selejtező elit körére is figyel. Az újabb környezetváltásról és fiataljaink nemzetközi kilátásairól is kérdezem Torvund Alexandert, akit Skype-on értünk utol. Hát amikor legutóbb beszélgettünk itt a Digiben, pontosabban akkor nem velem, hanem Szombati Palival beszéltél, akkor neki csodálkozott ezen, hogy miért mész el a norvég negyedosztályba, de most mintha itt lenne a válasz. Tehát ez volt a cél ezek szerint? Hát igen, ez volt igazából kitűzve, hogy onnan norvég első osztályba esetleg eligazolni, vagy másodosztályba, még pontosan nem tudtuk, de ezek után minden sikerült, és most ugye itt vagyok a Stabæknél. Ugye azért ennek volt kockázata, hogy mi van akkor, hogyha mégsem sikerül? Mennyire nyomta rá a bélyegét ez a teljesítményedre, vagy mennyire tudtál ettől független is felszabadultan játszani? Ugye a végeredményt most látjuk, de az, hogy mi zajlott benned, azt azért nem. Nem, hát nyilván nagy volt a nyomás, mikor ugye kijöttem. Először elkezdtem a Stabæknél edzeni, aztán ott voltam egy hónapot körülbelül, próbáltam minél jobb teljesítményt hozni, aztán onnan ugye leigazolt engem az Üllern, ott voltam egy 3 hónapot, játszottam 5 meccset összesen, és igazából oda kellett azért figyelnem, hogy minél jobb teljesítményt hozzam, mert tudtam, hogy a Stabæktől fognak folyamat figyelni. És igaz, nem játszottam sok meccset, de ez az 5 meccs is elég volt arra, hogy le tudjanak igazolni most januárba. Milyen volt ez az 5 meccs, és milyen bajnokságban találtad magad? Mennyire volt gyors, felnőttek között már végre, és mi az, amit esetleg tanulni tudtál belőle? Hát ugye ez a norvég 3/4 osztály, nyilván egy más tempójú, mint egy norvég első, ahol most edzek. Nem hiszem, mentálisan volt inkább erősebb, szóval én úgy mondom, hogy mentálisan kellett ott lenni. Nyilván voltak gyengébb csapatok, voltak jobb csapatok ellen, akik játszottunk. A tempó az ugye más volt, de egy jó társaságba léptem be, és megismertem új embereket, új környezetet sikerült így kicsit jobban megismernem, és szerintem pozitívummal jöttem ki onnan. Ugye már ott gondolom, ott is egy kicsit magasabb fokozatba kellett kapcsolni. Mennyit kellett ehhez képest most emelned a saját szinteden itt az első osztályba? Hogy érzed, mi az, ami nehéz, és mi az, ami könnyen megy? Hát mennyit kellett emelni? Hát ezt nehéz megmondani. Nyilván azért, mikor megérkeztem újra megint a Stabækhez, először edzeni, azért kellett fejlődni. Most már lassan egy hónapja itt vagyok. Kezdtem megismerni a srácokat minél jobban. Elég jó összhangot alakítok már velük. Aztán az edzések is most már egyre jobban és jobban mennek az edző is visszamondja, hogy hogy megelégszik velem, és hogy ebbe fejlődjek, abba fejlődjek. Szóval próbálnak segíteni, és tényleg sok pozitívumot kaptam vissza. Nyilván van mibe fejlődni is, de szerintem jó úton haladok. Mesélj egy kicsit arról, hogy itt hogyan zajlik a fejlesztés. Ha már az edző mondja, hogy miben kéne fejlődnöd, akkor milyen egyéni lehetőségeid vannak arra, hogy tényleg esetleg veled dolgozzon valaki, vagy hogyan néz ki ott ennek a rendszernek a felépítése? Ugye végül csak egy felnőtt csapatban vagy, tehát már nem egy akadémián, ahol azt mondják, hogy na, akkor gyere le egy egyéni edzésre, de azért hát ott más rendszerben zajlik, mint itt nálunk. Mesélj erről egy kicsit. Nem, hát hogyha lát valamit az edző, amiben még többet kéne fejlődni, akkor leül velünk, videózunk, akkor ezt megnézzük, ilyen meccseket vagy edzéseket akár, hogy mit rontottunk el, aztán nyilván vannak egyéni edzések, mármint úgy, hogy edzés után fél
vagy akár egy órát is kint vagyunk, kapuralövés, passzok, átvételek, mert mindig nálunk azt mondja az egy, hogy mindig előrefele játszunk, mindig az a fontos, hogy a kapufele irányítsuk a labdát, ne az, hogyha megszerezzük, akkor visszafele. Szóval próbál kapura törő játékot játszani, ami jó is, és tényleg segít a fejlődésben. Milyen elvárások alapján érkeztél, tehát mit várnak el tőled, és mit várnak el a csapattól? Ugye azért nem az élvonalba tartozó csapathoz kerültél, viszont azért szépen elkezdtek feljebb lépni. Mi most a célkitűzés? Hát először is nyilván az, hogy jobb helyezést érjünk el, mint múlt évben. Ugye a múlt évben kvalifikációt kellett játszani, hogy ne essünk ki. Aztán hát tőlem, nekem például saját magamtól az a elvárásom, hogy beverekedjem magam a csapatba, és játszassak minél hamarabb első osztályba, onnantól meg utána kezdőként is pályára léphessek. Nyilván nekik is ez a céljuk, hogy ha jól edzek, jól játszok, akkor be tudjanak rakni utána kezdőként az első csapatba is, és ott tudjam magam megmutatni. Ugye mindezzel együtt, hogy erre figyelned kell, hogy be akarsz kerülni, azért ott van az U19-es EB-selejtező, ugye az elitkör, amiben mindenképpen össze kell ezt valahogy egyeztetni. Hogyan viszonyulnak ehhez? Tehát gondolom tudják, hogy te ott szerepelsz, és a másik, hogy ez alatt a norvégiai időszak alatt mit érzel, mennyit fejlődtél? Akár már azóta, ugye, hogy azt a fél évet ott eltöltötted az előző csapatban, vagy most, hogy már van egy hónapod, és egy kicsit egy másik sebességre kapcsoltál? Nem, mert most ebben a pár hónapban sikerült megízlelnem egy a felnőtt focit jobban, és szerintem mentálisan is, meg fizikailag is jobb erőben vagyok, és sikerült abba fejlődnöm, szóval mindig eddig pozitív, és még szeretnék is nyilván fejlődni tovább, szóval megpróbálom a legjobbat kihozni ebből. És mit lát, mennyire engednek, vagy mennyire tudtátok ezt megbeszélni? Azért rád most vár majd Horvátországban, ugye március Igen. közepén ez a mini torna, aztán utána az sikerül, akkor jön egy Európa-bajnokság. Erről beszéltetek-e, egyeztettetek-e? Hát nyilván, ugye miután továbbjutottunk a kvalifikáción, beszéltünk erről. Hát az a cél ugye nekünk most az elitkörön, hogy továbbjussunk. Egy egész nehéz csoportban vagyunk igazából, ugye Németország, Horvátország, Norvégia, de minden erővel azzal leszünk, hogy tovább jussunk, mert nekünk is ez a célunk, hogy akár az U19-es EB-n részt vessünk. Nyilván sokat beszéltünk már róla. Ugye pont Norvégiával fogtok kezdeni majd, ez igen, szerencsés igen, a számodra? Pont. Tehát tudsz segíteni hát, majd az ittenieknek ebből, hogy milyen stílussal játszhatnak? Próbálok, már kaptam egy-két információt, hogy miben segítsek, de nem. Hát kíváncsi leszek igazából, ugye egy norvégok ellen U17-es elitkörön is játszottak a srácok, ugye én még akkor nem voltam a válogatott tagja, szóval izgalmas meccsek lesznek, és már igazából nagyon várjuk az egészet. Mi az, ami a legjobban aggaszt, mondjuk, hogyha lehet ilyet mondani, és amikor bekerülök egy új helyre, akkor nem tudom, hogy mondhat-e ilyet, de mi az, amit úgy érzel, hogy talán a legnagyobb kihívás a számodra? Hát a legnagyobb kihívás, ugye nyilván a családom egy része az itt lakik, de a másik része meg ugye otthon van, szóval otthon van Magyarországon, szóval azért az nyilván nehéz, de meg lehet oldani az egészet, hogy ne legyen olyan annyira nehéz az egész. Szóval igazából sokat utaztam már például válogatottal, vagy stb., vagy ugye amikor a Vidinél voltam, akkor is már ott laktam lent Székesfehérváron másokkal együtt, szóval voltam már így a családtól messze, és már így a távolság az már megszokott, szóval,
Szóval egy nagy kihívások, most már csak az, hogy egyedül lakok, magamra kell főzni, stb. Stb. Szóval ezzel még bajlódok a mai napig is. Szóval nem csak a sportban, hanem az életben is felnőtté kell válni. Alex, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.